И то искуна то васта, то искуна то васта. Mindig is vonzott a távolság. Gyerekkoromban sokat olvastam útikönyveket a sarkvidékek és más távoli helyek meghódításáról. Sokszor álmodoztam arról, hogy egyszer én is eljutok ilyen vad, távoli helyekre. Az északi tundra egy ilyen távoli hely. Az ott élők élete a túlélésről, a kihívások legyőzéséről szól. Európa legészakibb pontja egy olyan célpont nekem, mint Amundsenéknek a déli sark. Szerettem volna én is elmenni oda, de álmomban sem gondoltam volna, hogy éppen bringával fogom ezt megtenni. A kerékpárt nemrég fedeztem fel magamnak újra. Öreg városi gépemet alaposan újra kellett szerelni, hogy megfeleljen az ilyen hosszabb túra követelményeinek. A hosszas felújítás június végére fejeződött be. Így történt, hogy július 3-án az este Botond fiammal a Rovaniemi felé robogó vonaton talált minket. Ez most videóz. Hát igen, mert ugyanis most meginterjúvoljuk magunkat, hogy a túránk elején hogy érezzük magunkat. Úgy, mintha mozogna alattunk a föld. Mert ülünk a vonaton. Yeah, ott megy a vonat. Vonat kimegy. Vagyis a time megy jobbra, vonat meg balra. Az első napi távunk Rovaniemiből indult, és néhány kilométer után már át is léptük a sarkkört. Ezzel kezdetét vette az igazi kaland. Az út viszonylag egyenletesen emelkedett, és az első szállás a vadonban volt. Másnap korán keltünk, és Szodánkülán keresztül mentünk tovább észak felé. Az este a Kitinen folyón feldúzzasztott víztároló mellett ért minket, ahol utunk legjobb vadkempinges szálláshelyét találtuk. A második nap este egy ilyen nagy víztároló partján vagyunk. És ilyen folyószerűség. Otthon lakás palacsintát teszik. Megkérdezzük Botondkát, hogy érzi magát 88 km tekerés után. Hát a sátrat meg föl kell rakni, azok elég van. Miután van egy csomó víz, van reményünk, hogy tudunk fürödni. Csak egy kicsit hideg van. Arra fele fogunk sátrazni. Arra fele. És holnap arra megyünk tovább. Második nap reggel. Botondka forró kakaót iszik. Harmadik nap. De igaz, a második sátorozás után tényleg harmadik nap. Elég jó helyen sikerült sátrat vernünk. Szuper volt az éjszaka. Én nem is nagyon fáztam. Csak a lábam feje. Tegnap sikerült fürödni, és már nem a tóban, hanem a tó mellett a forró vizes vödörben. A mai tervek. Ja, egyébként Szodánkülétől vagyunk 30 km-re északra. Kb. A mai tervek. Elérni ezt a... Mi is a neve? Száriszelka? A Száriszelka nevű helyet, ami majdnem pontosan 80 km-re van tőlünk. Sajnos ez a Száriszelka, ez egy hegy, úgyhogy a végére fel kell majd másznunk. Szerencsére ilyen gyönyörű napsütéses időt ígérnek minimális széllel, ami elég nagy változás az előzőekhez képest. Minden ilyen vizes helyeken tele vagyunk szúnyogokkal, úgyhogy alaposan be kell öltözködnünk. Itt vagyok én. Az út elején Észak-Finnország legnagyobb víztározói mellett haladtunk. A Száriszelkára valóban nagyon kemény volt felkapaszkodni. A 80 km során kétszer is felmásztunk 300 méter fölé, és a végén a hágó 367 méteren volt. Cserébe megláthattuk az első Tunturi kopaszhegyeket.
A táj növényzete határozottan megváltozott, a fenyvesek ritkábbak lettek, az ajnövényzet pedig fenyéresebb. Negyedik nap reggel. Éjjel zúgott az eső. Szegény biciklikék kinnáztak egész éjjel. Szerencsére reggelre viszonylag elállt. Úgyhogy azért felvettük a esőnadrágokat. Ma lesz az avatónapjuk. 30 kilométerre vagyunk Ivalótól délre. És egy olyan helyen táboroztunk, hogy a háttérben tunturi jellegű hegyek vannak. Onnan száguldottunk le, és egy ilyen kis szép kis fenyveses mocsár erdőben aludtunk. Na jó, nem mocsár. Bár nagyon jó kis korpafüvek találhatók itt len. Egy tiszta bohórét hangulat. Ott vannak a korpafüvek. Talán részeges korpafű. Botonka szokás szerint vakarózik a sátorban. Már reggeli forró kakaón túl vagyunk. Megnézzük, hogy mit csinál ez a gyermek. Hello! Szia! Mondaná közösségüknek pár szót. Hello mindenki! Hogy érzed magad? Jól. Sátorkupi. Remélhetőleg még fél óra is elindulunk. Yeah! Muszáj ma valami kultúrhelyen éjszakázni. Arra van ivaló a fák mögött. 30 kilométer. Szóval muszáj kultúrhelyen éjszakázni, mert mosni kell és föl kell tölteni, mert az összes kütyünk lemerült már. 4 nap a kapacitásuk. Szorítsatok, hogy ma ne essen az eső. Sziasztok! Az eső csak egész kicsit esett, és egészen Inariig jutottunk. Az út néhol az Inari ervi partján haladt, máshol nagyon szép folyók mellett. Hideg szelünk volt, így nagyon elfáradtunk estére. Inariban vagyunk. Ma egy mökkiben, egy kabinkában aludtunk. Mert van mosni kellett, és van meleg víz, és fürdőszoba, és WC. És konyha. Úgyhogy rendes meleget kajáltunk, és elmosogattuk az összes cuccunkat. Itt van Botondó. Aki arra szavazott, hogy menjünk tovább Nordkap irányába, velem egyetértésben. Úgyhogy a mai terv, hogy tovább nyomulunk Norvégia felé, 80 kilométert. Ma még Finnországban alszunk mindenképpen. Igen. Na mondjad, Botond, hogy tetszik a menet? Jó. Sajnos a kimosott ruhák nem száradtak meg, úgyhogy ezzel nem tudom pontosan, hogy mi lesz, de lesz, ami lesz. Készül a tea. A biciklik kint parkolnak. Várják az indulást. Tadam! Brrr. Ilyen szép friss időre ébredtünk. Se nem esik, se nem különösebben nem fúj a szél. És ott van az Inari ervi. Ja nem, ott. Ezután következett a finn szakasz legkeményebb napja. Erős szélben nagyon nagy szintkülönbségeket kellett mászni, gyakran 9-10%-os emelkedőkön. Sokat toltuk a gépeket. A táj jellege ismét változott, a fák már csak nyeszlet nyíresek formájában vannak jelen, és körbe mindenfelé tunturik látható. Tudod, szép reggeli idő, süt a nap. Vagyunk 15 kilométerre a norvég határtól. Egy-egy
arra van Norvégia. Szél fúj. Szerencsére pont hátszelünk lesz legalábbis a határátkelőig. Aztán északnak fordulunk megint. Az első nagyobb település a norvég oldalon, Karasjok. Ami már tulajdonképpen egész közel van, mert talán 27 km-t írt a GPS. Elég jól aludtunk, mert egy kicsit hideg volt, fázott a lábam. A szél az nagyon erős volt. A sátor egész jól bírta. Megint interjúvoljuk Botondot. Hello. Hello. Hogy érzed magad ma reggel? Jól. Még nem ittunk kakaót, úgyhogy még nehéz. Le kell majd szedni a száradó ruhákat, amik a szélben egész jól megszáradtak. Egyébként maga a táborhely csak nagyon köves volt az alja, és nehéz volt leverni a sátrat. Szerencsére Botondka talált egy jó hüves foltot, ahol le lehetett azért nyomni legalább a cövekeket, ami elég jó is volt, mert így a szél nem vitte el az egész mindenséget. A biciklit így is felborogatta az éjjel. Az állatvilág leginkább a szúnyogokban képviselteti magát. Ott egy... Megpróbálom megmutatni azokat a tunturikat, amik ott vannak arra. Norvégiába átérve, Karasjoknál egyenesen északnak fordultunk. Ismét mocsaras fensíkon haladtunk, sok kapaszkodóval. Egy iszonyú kemény, hosszú, magas, köptető, kaptató tetején vagyunk. Botondka ott nyomja keményen. Itt Norvégiában. Én ezt biztos, hogy kiköptem a tüdőmet, mire ide fölértem. És a kompenzáció ott látható. Nagyon szépek a hegyek. Itt vagyunk Norvégiában. Egy kempingbe szálltunk meg, mert az út további része mellett egy hosszasan katonai terület van, és nem szabad megállni sem, meg kempingezni sem, meg semmi. Úgyhogy visszafordultunk, és szerencsénkre egy nagyon klassz kis kempinget találtunk, olcsó, és minden van, ami egy megfáradt turistának kell, a hely továbbra is gyönyörű. Itt a közelben német katonai kórház volt a második világháborúban, aminek a romjai itt most ilyen látványosságnak szolgálnak. Itt van Botondunk. Szia, Botond! Hello! És én is itt vagyok. Ma 80-at tekertünk, és elég elfáradtunk, nagy szint különbségek voltak. Pa-pa. Havas helytető között ébredtünk. Nagyon szép kempingbe aludtunk. Ott a német őrtoronya tábori kórház mellett. Világháborús emlék, és Botondka pedig itt pakol. Tervek szerint ma már a tengerparton alszunk valahol. Megkérdezzük Botondkát, hogy mit csinál. Szia, Botond! Hello! Kukucs! Hello! Hogy aludtál? Jól. Hogy reggeliztél? Jól. Na, szuper! Útunk a hegyek között vezetett tovább Laskel felé egy folyóvölgyben.
Gyönyörűek a közelben a jég által legyalult hegyek, jellegzetes meredek falugrecservölgyek. Laskevnél elértük a tengert, s innen a parton ment tovább az út. Nagy szintkülönbségek innen nem voltak, cserébe az északi szél akadálymentesen fújt szembe rendületlenül. Hűvös, szeles szombat reggel. Olderfjord kempingében vagyunk. Hamarosan indulunk. Menes az idő, nem valami szép, felhős és meglehetős északi szél fúj. Ez lesz az utolsó nap az alaptáborig, holnap elvileg a Nordkap túra következik. Még egy jó fél óra az indulásig, amíg elmosogatunk, összecsomagolunk. Illetve hát már össze van csomagolva. Csak össze kell rakni a sátrat. Fel kell aggatni mindent a bringákra, aztán mehetünk. A tengerparton tekerni fel honninszfogva egyrészt gyönyörű volt, másrészt igen fárasztó. Végül több mint 100 kilométert mentünk ezen a szakaszon, sok apró emelkedő és folyamatos szembeszél nehezítette a haladást. Az útszakasz érdekessége az alagutak. Ezekből négyet is érintettünk ma, a legrövidebb 3, a leghosszabb majdnem 7 kilométer hosszú volt. Ez utóbbi nagyon kemény volt átjutni, ugyanis 220 méterre megy le a tengerszint alá, és onnan ki is kell mászni. Jó 10%-os folyamatos emelkedő 3 kilométeren keresztül. A növényzet látványosan változott. Az elején még voltak fák, nyíresek, estére már teljesen tipikus tundrán haladtunk, ahol egyáltalán nem láthattunk fákat, csak a talajhoz lapuló növényzetet. Igaz, ezek nagyon szépen virágzanak. A rénszarvasok itt is megélnek, láttunk belőle több csapatot is. Utolsó nap reggel Honningsvågban. A kis hostel szobánk van, nagyon kényelmesen aludtunk. És a kilátás az ablakunkból az is elég jó. Bár nem a tenger irányába, de ott vannak a hegyek. Arról jöttünk tegnap. És arra megyünk. Nem sokára. Megkérdezzük Botondot, hogy érzi magát. Jöl, csak föl kellene ébrednem. Kicsit fáradtak vagyunk, na itten a 8. napja vagyunk úton. De ha minden jól megy, ma felmászunk a Nordkapra, és ezzel befejezzük, beteljesítjük a túránkat. Ezután következett a Nordkap túra, utunk csúcspontja és célja. Rövid út, de nagyon kemény terep. Kétszer megy föl a tengerszint 300 méter fölé. Útban föl a Nordkapra. Már elhagytuk a szálláshelyet. Ezen az úton jöttünk, és itt pihegünk, és erre megyünk tovább. Hőmérséklet csudi szép, majdnem 6-7 fok van, szerencsére nem esik az eső. Arra megy az út végig a tengerparton, és ott fogunk bevágni a hegyek közé az emelkedőbe. Elég magas a teteje. Pedig van tovább az öböl, arra van a kijárat a tengerre. Megjött a brutális emelkedő. Itt megy a szerpentin, ott bekanyarodik, és itt megy fönn a sziklák tetején az út. Itt a tengerszem. Jaj! Jöttünk felfelé. Itt a Nordkap camping. Az előbbi szerpentin teteje, vagyis hát első kanyarja. Itt a hó a hegyen.
ott ott a már húzott. Hú, micsoda vagy. Ott megy fenn az út. Szerpentin tovább. Hús! Ott a szerpentin, ott megy, 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 megy. Megy, megy. Elkanyarodik. A hófolt alatt megy, megy, megy. És ott a szikla. Megyek a tövében. Vagyis hát nem tudjuk, hogy milyen utána. Szerpentinnek majdnem a tetején vagyunk. Már csak egy egész kicsit kell mászni. És most sem már nagyon meredek. És fönn vagyunk a fennsík tetején. Te gleccser. Már alaposan olvadt állapotban. Ott pedig a tenger, honnan jöttünk felfele. Ott látszik az út. Megérkeztünk Botonddal Nordkapra. Jó nagy köd van. Ezért lehet látni itt a földgömb. Itt vannak a sziklák. Nagyon kemény volt a vége. 32 kilométer, de jó 3-4 órát tartott, mire fölértünk. A látogatóközpont. Itt vannak a turisták. Megkérdezzük Botit, hogy érzi. Szuper, hogy megérkeztünk. Szuper minden. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, de majd gondoskodunk magunkról. És egyelőre még a fotózás. A tájat, meg hogy itt vagyunk. A tájat, igen. Itt van maga az emlékmű. Ezzel egy több éves álom vált valóra. Elértek a Nordkapot, és feltettük magunknak a kérdést. Vajon hová tart majd következő túránk?